Nyírbátorváros központjának meghatározó épülete a városháza. A műemléképület sok esetben már nem felelt meg a korszerű közigazgatás feltételeinek. A városközpont rehabilitációs programra nyert uniós források segítségével sikerült felújítani az intézményt, valamint az előtte lévő közparkot. A közel 500 millió forintos beruházás több épületet is érintett. Több épületet, önkormányzati tulajdon és egyházi tulajdon épületeket újítottunk fel, megbűlő energiás fűtési rendszert, villamos hálózatot alakítottunk ki alapvetően belső, részben külső felújításokkal, bizonyos közlekedési funkciókat is beépítettünk a projektbe, és a városháza előtt lévő szabadságterünk, amely egy emblematikus helyszíne a városnak, az is felújításra került a programban. A program során új kormányablakot is kialakítottak, és a bővülő közigazgatási feladatok ellátására korszerűsítették a járási hivatalt is. Az ügyintézés segíti a hivatal mellett kiépített parkoló. Az épület energetikai korszerűsítésétől jelentős megtakarításokat remél az önkormányzat. Ezek az épületek több mint száz éves épületek, nagyon régóta meghatározzák a város képét, a város arculatát, és nekünk az nagyon fontos, hogy ez a fajta történelmi érték, emléképítészet és egyéb szempontból is fontos épület arculata megmaradjon. Ugyanakkor a belül, ahogy ön is fogalmazott, korszerűk, a közigazgatás, a közfunkciók, a lakosság, a, az itt kiszolgálása az viszont minden modern igényt kielégítsen, ezért belül ezek az épületek ma már klimatizáltak, a villamoshálózatok, a világítás, a a behívó rendszerek teljesen modernek, és értelemszerűen ezekhez a rendszerekhez az energiaforrásokat, tehát akár villamos energia, akár fűtéses energia biztosítani kell, ami nem egy olcsó dolog, és ezért gondoltuk azt, hogy viszont a földből és a napból érkező energiát azt hasznosítani kell, oly módon, hogy ez az épület arculatát ne roncsa. Az uniós forrásból megvalósult Városközpont Rehabilitációs Program záró rendezvényén Nyírbátor polgármester azt is elmondta, hogy a közfunkciót betöltő intézmények felújítását követően szeretnének olyan Programokat megvalósítani, amelyek a lakosság kiszolgálását, a közösségi terek felújítását, valamint a lakhatási feltételek javítását szolgálnák.